Betilthatják a régebbi energiapazarló konvektorokat 2018-tól egy uniós rendelet miatt. A jelenleg is gyakran használt konvektorok részben az utcát fűtik, viszont a modernebb készülékek több százezer forintba kerülnek, hogy mire számítsanak az ilyen gázkonvektorral fűtők. Arról Fazekas Miklóst, a Magyar Szabványügyi Testület gázkészülékek bizottságának elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Pontosan melyik készülékekről van szó? Elég bizarr egyébként, amit interneten is lehet olvasni, hogy az utcát fűtik. Hát igen, az sok, hogy mondjam, ilyen félreérthető megnyilvánulás van. Valójában ugye a parapet konvektoroknál azért beszélünk, hogy az utcát fűti, mert ott érezzük a meleget. Ha valaki fölmenne a háztetőre, a kéményes készülékeknél ugyanúgy érezni a meleget. Tehát nem ez a meghatározó, hanem a készüléknek a hatásfoka. Amit most látunk egyébként? Igen, ez a jellemző. Tehát a Magyarországon a gázkonvektor fogalmát ezzel a F8-as típussal azonosítja az átlag magyar. Ezeknek a hatásfoka azért a legkisebb teljesítmény, 70% alá nem lehet levinni, de az üzemi hatásfoka bőven 90% körül is lehet ezeknek a készülékeknek, és valójában ez a megjelent rendelet, ez erről szól, tehát egy minimális hatásfokot és egy minimális környezetvédelmi kibocsátási feltételeket állapít meg. A készülékeknek, egy gyártóknak a kis százaléka fogja tudni teljesíteni ezeket a feltételeket, egy még kisebb százaléka meg képes lesz A kategóriásra besorolt, tehát energetikailag A besorolású gázkonvektor. Igen, mert hogy most már A kategóriás gázkonvektorokat is lehet vásárolni ezek szerint. Még nem lépett hatályban, mert 18. január 1-től kell ezt alkalmazni. Ez azt jelenti az átlag felhasználó számára, mert ugye két félreértés szokott, mondja, a kazánoknál már ezen a történeten túl vagyunk. Tudjuk, hogy milyen félreértések szoktak szárnyra kelni. Az egyik az, hogy azt hiszi az átlag felhasználja, hogy az ő otthoni konvektorát kötelező kicserélni. Hát ez a meglévő berendezésekre addig nem ér. Bocsánat, épp ez az, erről beszélgetünk, a néző most éppen nézi, meglátja, hogy ilyen nem van, akkor mit kell tennem? Neki aktuálisan csak akkor van tennivalója, hogyha ez a berendezését tönkre megy, vagy ki akarja cserélni. Azt ő úgy fog ezzel az új rendelettel, európai rendelettekkel találkozni, hogy a boltban nem kap csak energiatakarék készüléket, ami lehet, hogy drágább lesz. Tehát egy A kategóriás készülék az mondjuk a satszásom szerint egy 45%-nyikkal lesz drágább, a B kategóriás készülék az olyan 15%-kal. Nyugodtan lehet ezt is használni, kevesebb hatásfokkal működik ugyan. Így van. De senkinek sem kell most a valószínű, hogyha az energiatakarékosabb készülékre való váltás az nagyon gyorsan megtérül, tehát érdemes váltani, de lehet használni tovább. A másik félreértés az szokott lenni, hogy tehát az egyik volt az, hogy azt hiszi, hogy őt nem cserélheti ki, tehát ki kell neki cserélnie a készülékét, és a másik félreértés pedig, hogy azt mondta, hogy kettő van. Kettő van, igen, most így most nem ugye. Nem baj, akkor nézzük meg azt, mert itt elkezdett az árakról beszélni, hogy igen, mennyivel lehet ez drágább ez a készülék, de mennyi idő alatt hozza be a pénzt, meg nyilvánvalóan sokkal. Hát az attól nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a meglévő készüléke milyen régi, milyen állapotú a meglévő. Tehát nagyon sok gyártó, nagyon sok, tehát a meglévő készülékpark borzasztó széles sávú. Tehát egy nagyon elavult készüléket, egy nagyon régi készüléket cserél ki, akkor nagyon nagy lesz a megtakarítás, hogyha egy viszonylag nem régen vásárolt készüléket cserél ki, akkor kisebb lesz. Tehát amit az elején mondtam, hogy az utcát fűtik, ez tulajdonképpen miért keletkezett ez a városi legenda? Azért, mert annyira nem hatékony ezeknek a gázkonvektoroknak a fűtése. Nem, a gázkonvektoroknak, főleg a külső fali konvektoroknak hatásfoka jobb, mint a régi hagyományos kéménybe kötött kazánoké. Tehát ezek most konkrétan ez a készülék, amit most itt az előbb látunk, ennek a hatásfoka névleges terhelésen ilyen 85-90% közötti érték, csökkentett terhelésen le tud menni 70-80%-ra a hatásfoka. A Szabványügyi Testület tagjaként ön sok nemzetközi egyeztetésen is részt vesz. Azt árulja már el, hogy milyen a magyaroknak a mondjuk úgy, hogy fűtési kultúrája, hogyha beszélhetünk erről. Kevésbé vagyunk ügyesek, mint mondjuk Ausztriában, Németországban, vagy sokkal inkább bezárjuk az ablakot és igyekszünk szigetelni, és jól csináljuk?
Hát, hogy mondjam, kevesebb a pénzünk, ügyesebbnek ügyesebbek vagyunk, különösen abban, hogy hogy kerüljük ki a szabályokat. Jó, de... nem így gondoltam. Igen, tudom. De én úgy gondolom, hogy minden, a magyar az egy nagyon kreatív lépés az energiatakarékosságban. A rendelkezésre álló anyagi forrásaihoz képest elég jól teljesítünk. Tehát persze, ha annyi pénzünk lenne, mint az osztrákoknak, a németeknek, mindenki kondenzációs kazánnal fűtene, vagy A-kategóriás gázkonvektorokkal, akkor azért önmagában a gázkészülő cserékkel egy ilyen 20-30-35%-nyi energiafelhasználás csökkentést érhetnénk el országosan. Ehhez képest ott tartunk, hogyha már a kondenzációs kazánokat említő, hogy az ugye tavaly július eleje óta kötelező. Pontosabban nem kötelező, csak akik vásárolnak, azok már csak ilyenhez tudnak hát hozzá. Igen, ez is itt van, minimális energiahatékonysági követelmény. Elvileg nem a kondenzációs kazán a követelmény, hanem a minimális energiahatékonysági követelmény teljesítménye. A teljesítése, ami túlnyomó részt kondenzációs kazánokkal, az a minimum, hogy kondenzációs kazánokkal teljesíthető. Egyébként a kazánokra vonatkozó A-kategória határa az 90%, a konvektorokra 88%. Mi a helyzet azokkal a mostani gázkonvektorokkal, amik mondjuk nem felelnek meg a felhasználónak? Ezeket átalakíthatja a kategóriása valamilyen módon, termosztáttal, ablaknyílás érzékelővel, stb. Vagy ez hogyan működik? Hát úgy működik, hogy a gyártóknak a meglévő termékeiket majd fejlesztenük és átalakítaniuk kell annak érdekében, hogy az összes követelményt teljesítsék. Valószínűleg ez nem a hőcserélőnek a változtatása az, hanem az unió az elsősorban vezérlés, tehát a hőmérséklet szabályozásnak a módja, heti programozású termosztát, jelenlétérzékelés, ablaknyitás érzékelés, erre tette ezek a rendeletek, ez az elektromos vezérlésre tette a fő hangsúlyt, hogy azzal lehet elérni igazán jelentős eredményt. Tehát a kazánoknál is azért a kondenzációs technológia 11%, és a vezérlés, amit beleraknak, az hozza a további 20%-ot. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és megnyugtattuk a nézőket, hogy azért hirtelennyében nem kell azonnal leszerelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.